a klub utánpótlás edzőjét, egykori játékosát, a 38 éves Fekete Adrient választotta meg új elnöknek. Azt mondja, 4 éves kora óta élben a szekszárdi asztali teniszben, egyáltalán nem voltak elnöki ambíciói, de ebben a mostani nehéz helyzetben nem mondhatott nemet a felkérésre, mert, mint kijelentette, meg kell és meg is lehet menteni a klubot. Nincs vezetői múltam, de sokan támogatnak ebbe, Türei Ferenc is mellettem marad, és szerintem ez menni fog. Szili Györgyre is számítani tudok mindenben, úgyhogy szerintem ez menni fog. A napi munkát amúgy is eddig is én végeztem nagy részt, és ez ugyanígy marad. Nekünk az volt a legfontosabb, hogy a gyerekek pingpongozni tudjanak, itt menjen tovább a munka, ne álljon meg, fejlődjünk és haladjunk tovább. A nehéz helyzetben fogódzó, hogy nem üres a kassa, a bent lévő összeg a továbbiakban szerény működés esetén akár egy újabb évre is elég lehet. Bár az edzőként is dolgozó új elnök felettébb optimista, találnak több olyan kis támogatót, akik a klub fundamentumát jelenthetik hosszabb távra. Mivel Fekete Adrien klubelnöknek való előrelépését a két távozó, annak idején Kecskemétről érkező edzőszakvezető Türei Ferenc és Szili Györgyi támogatta, a rutintalan sportvezető Budapestről és Pécsről is, az ex-szekszárdi edzők új állomás helyeiről is remélhet támogatást. Sajnos ez a sportág kihalóban van. Mi azért fogunk dolgozni, hogy minél több gyerek itt legyen a teremben, és el tudjunk menni, és meg tudjuk méretetni magunkat az országos versenyeken, és érmeket tudjunk szerezni. Eddig is ez volt a célunk, és ezután is ez lesz. Hát mivel most azért szűkösek a keretek, ugye egy évre van, mi nem szeretnénk igazolni, sőt, az volna a legnagyobb célunk, hogy a saját nevelésből tudjunk kiállítani egy NB1-es csapatot, és azt hiszem, hogy ez működni is fog, hiszen az NB1-nek a szabályai valószínűleg meg fognak változni, és hogyha 4 főről 3 főre fog csökkenni az NB1-es csapat, akkor ezt nagyon-nagyon-nagyon vígan meg fogjuk tudni oldani. Természetesen, hogyha bárki idejön és támogat minket, nekem nem ez volt a célom, hogy elnök legyek. Én igazándiból egy kényszerválasztás voltam, ezért lettem elnök. De azt eldöntöttem, miután kiderült, ugye, hogy nekünk itt lehet, hogy menni kell. Én eldöntöttem, hogy a gyerekek mellett kiállok, és bármit meg fogok tenni annak érdekében, hogy ők ide minden nap be fognak tudni járni, és edzeni tudjanak. A többszörös magyar bajnok, közép-európai szuperliga győztes, bajnokok ligája 3. kirakat csapat létezése már csupán a szekszárdi sporttörténelem része.